Szegedűn játszott Bartók feldolgozásokkal vette kezdetét a Mártonnapi Vigasság Máté Szalkán a Szatmári Múzeumban. Az a jeles alkalom, amely a nyári és az őszi munkák lezárását jelentette a népi kultúrákban. A múzeum a korábbi évekhez hasonlóan az ünnephez kapcsolódva a képzőművészet terén is új attrakciókkal készült. Márton nap a gazdasági év lezárását jelentette a népi kultúrában is, amikor a számadók is számot adtak az egész éves munkájukról, és ilyenkor vitték el a hízott libákat, levágták, hiszen már a takarmány akkor is drága volt, nem csak napjainkban, és akkor a hízott libákat levágták, hogy ne kelljen tovább tartani, és arra egy nagy bőséges lakomával ünnepelték meg tulajdonképpen a őszi és a nyári munkáknak a lezárását. Ilyenkor az uraságnak illet mindig ajándékot vinni, de hát ugye ilyenkor maga a nép is mulatozott. És ennek emlékét őrizzük mind a mai napig is, hát ugye kapcsolódik Szent Márton püspökhöz, akinek a legendáját már nagyon sok helyen elmondták, nem akarok erről külön beszélni, de a Szatmári Múzeum is már 30 esztendeje ünnepeljük ezt a jeles évfordulót, és jeles napnak nevezik a népi kalendáriumban, hiszen évszak választó vagy gazdasági év választó időszak volt. És hát természetesen nem csak a evésül ivásról szól a múzeumban, hanem a léleknek is adunk, a képzőművészetnek, és a mai alkalommal is két jelens kiállító művésznek a kiállítását nyithattuk itt meg a Szatmári Múzeumban. Egyik ennek Várajai László szobrász művész gyűjteménye. Az organikus alkotások részben csatlakoznak is a mártonnapi hagyományokhoz, hiszen számos madarat, így köztük kacsát és libát megformáló mű szerepel a múzeum kiállító termében. Egyfajta ötletbörzére is lehetőség nyílik ennek kapcsán. Várajai László két alkotása ugyanis nem rendelkezik még címmel, erre maguk a látogatók tehetnek javaslatot. Festménykiállítás is látható lesz egészen év végéig a Szatmári Múzeumban. Tóth Csaba Munkácsi díjas festőművész fekete-fehér színű, fekete-keretes, latin szavakkal díszített alkotásaival az ősi magyar identitást szeretné bemutatni. A Szombathelyen élő művész egyébként több alkalommal járt már Máté Szalkán, stílusa is innen eredeztethető. 1976-ban itt festettem először plenér tájképet. Itt volt a múzeumban a művésztelepünk. Az akkori Farkas igazgató úr hívott minket. Tehát nagyon erős szálok fűznek engem ehhez a vidékhez, a városhoz és a környékhez. Bejártuk a falvakat, olyan mély élményeim alakultak ki ekkor, hogy visszajáró vendég vagyok erre a tájra, és mivel ennek a múzeumnak van egy gyönyörű Balló-Ede osztályában készült másolatgyűjteménye, a 19. századi magyar művészet másolatait láthatjuk itt a múzeum különböző termeiben. Ezért gondoltam azt, hogy itt folytatom ezzel a kiállítással, tehát a nagybányai festészettel újjászülető magyar festészetnek az interpretált műveit hoztam el ide, amely kapcsolódik ehhez az itten lévő anyaghoz. A kiállítások megnyitása és megtekintése után a Szent Márton napi vigasság alkalmából a vendégek a libából készült ételeket és az új borokat is megkóstolták Máté Szalkán a Szatmári Múzeumban.